estét kívánok, kedves nézőink! Ha nem tudják, hogy pontosan hol vagyok, akkor keressenek egy relatíve a többinél gyorsabban mozgó pontot a fán. Vagy hát a fa ágai között. Ez nem egy nagy fa. Először én is azt hittem, hogy bokor, de aztán rájöttem, hogy ez igencsak fa, csak mondjuk csak evényes. Gábor vagyok, és be fogok vezetni mindent. Pillanat, csak elemet cserélek a mikrofonban. Megvan. Elraboljuk Szandit, hogy Csaba a férje aggódni tudjon érte jól. Lehet, hogy vissza sem adjuk, mert megtetszik nekünk, és folyton játszani akarunk vele. Jó nevű festőművészt hívunk egy portréhoz, de nehezen értünk szót vele. Tudom, ő nem magyar, de hát akkor is. Miért nem tanulnak meg az amerikaiak is magyarul? Répakata az automániából nem akarja, hogy Siófokra menjünk, mi meg nem akarjuk, hogy ő ne akarja, hogy mi Siófokra menjünk. Gergőnek majdnem zöld kártyát szerzünk az USA-ba, ha egyébként tudnak ilyet, önök szóljanak, mert hát én is mennék, hogy ne kelljen ilyen szöveget mondani folyton. Szereti a havat, mint a kutya a meleg zsemlét, főleg szalonnával, nem a havat, a zsemlét, ha értik, mire gondolok. Bár nála nem lehet tudni, hogy mire gondol, és hogy gondol-e valamire. Én minden esetre Gábor vagyok. Na, milyen fejem lett? Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért. Jöjjön már ide egy picikét, mi vagyunk a Gerilla Grill. Tudja, az a főzőműsor, aki aki illegális helyen főz, mi ott főzünk a sarkon, és az illegális, mert például a Kressz is tiltja, és szeretnénk kérni egy tojást. Egy darab tojást? Igen, töki, igaz? Tojást. Igen. Mert megmondja töki, hogy mit. De nem úgy, jó, hozzon, aztán majd megbeszéljük. Jó, mi nagyon illegálisak vagyunk. Várunk. Töki, várhatunk? Arra kérném, olyan illegális, arra kérném, hogy ezt tegye csak ide, és tudom mi, mintha ellopnám, mert tudja mi illegális. Mutasd meg a fazekat, töki. Jó. Már az illegális, mi van benne? Már az egy illegális. Hogy én Tegyem le oda. Tegye oda, és hát ha akar, meg is kergethet, csak össze ne törjön. Jó, mi olyan illegálisak vagyunk, hogy pénzt nem tudok neki adni, és ügyvédet, adásvételi szerződést felejtsük el. Jó, mert mondom, nem legális. Nem legális a műsor, csak így, például így beszélgetek magával, és így észrevétlenül el. Jó. Töki, meg ezt így, mert illegális. Ezt nem vettem. Tessék? Abszolút nem vettem. Nem vette észre. Köszönjük szépen, egyébként tojásos hal lesz. Tojásos hal? Tojásos hal, mert az illegális. Jó. Én a halat nem szeretem, de jó. Az nem legális. Nálunk az nem legális Magyarország, de hát azért főzzük mi ezt. Jó, minden jót, köszönjük szépen, gyere töki, gyere menjünk töki. Gábor vagyok, és képpel illusztrálom, milyen Szandi úgy általában. Ilyen. Valentin napján viszont így néz ki. Még mindig Szandiról van szó. Ő meg Csaba, Szandi férje, aki elkíséri Szandit vásárolni. Ő így néz ki. Csaba még nem tudja, hogy Szandit majd jól el fogjuk rabolni, miközben ő a nadrágok közt válogat. Szandit egyébként jól lehet elrabolni, fontolgattuk, hogy vissza sem visszük. De hopp, már itt is vannak, én pedig még csak most kezdtem el az életemről beszélni. Beszélj önöknek! Hello. Kérdés csak, hello. Sziasztok. Találkoztunk egyébként valamikor régebben, igen. Nem? Örülök neki, szia. Csókolak. Szia, Szandi vagyok. Én valami szűk, szexis farmert szeretnék. Valami hasonlót az értem ebben, hogy lásd, hogy valami hasonlót itt is. Jó. Parancsolj. Jó. Oké. Fárad be, elvéve. Jó, figyelj fel. Meg kell próbálni, és akkor utána majd a zsűri elnök eldönti. Esetleg. Neked tudok-e esetleg olyat mutatni, ami megnyeri úgy a tetszésedet, ami én ezt tanácsolom? Csak kérem, mindjárt? Hát igen, mert az erős. Hát ő biztos, hogy nem fog óckodni, hogy a kedves a párja is jól nézzen ki. Mert valamilyen szinten azért még nézd meg ezt. Esetleg egy ilyen szövet. Nem tudom, mennyire jársz olyan helyen, ahol... Azon. Nem jársz olyan helyen, ahol esetleg... Ez nem tetszik. Ez érdekes. No, hát akkor azért mondtam, hogy én azért rögtön ezt tanácsoltam, mert ez tényleg buli. Jó, megnézem ma őt, aztán utána. Maga szemét!
csukkoló! Mit tesek? De a feleségem nem tudja. Hátos. Hát ott a csizmája. Én nem tudom, hát... Ott a kapasztja. Hoppá. Akkor lehet egy kicsikét? De hát hol van? Kiment az el? Nem szólt volna. Hát, valószínűleg szólt volna. Hát a kabátja ott a kabátja. Én még nem láttam, akkor ezek szerint valószínűleg nem a felesége van benne. Hát de te küldted be oda, nem? Hát... Igen. Hát én... Na de én meg... Hát én meg a drágokat néztem, azt mutogattad. Hát... Na? Hát de... Feleség. Hátsó kiárat van? Nem? Nincsen hátsó kiárat, mert ez az egy kiáratunk van. És amit odaadtam neki áru? Hát de hát a kabátja meg itt van. Hát gondolod, hogy nem vitte. Hát egy ekkel szaladt egy nadrágba. És hol van ő nadrágja akkor? Meg hol van ő? De jó lenne, hogyha lerendeznénk azt a nadrágot. Hát jó, de hát gondolod, hogy most ott tart a kabátja. Hát én arra fordultam, hát te fordultál erre, hát neked kellett volna látni. Hát én megmondom őszintén, hogy én... Hogy itt volt a figyel? Volt itt be más is? Nem. Halló? Halló? Mi van? Valami szemét elvitte a ruhámat. Most... Jaj, kisasszony. Most hogy megyek így haza? Az úr is a feleségét keresi. Hát... Na, kisasszony, mert még a ruháját keresi. Szegény, olyan kétségbeesett volt a hangja. De valami kiabál a telefonba, hogy de hol lehet? Na de... A nadrágot le kellene rendezni. Hát le kellene, hát, de hát a feleségem nincs meg, hát mit csinálják, hogy rendezem le, hát... Az hiszem, egy kicsit fontos. Na de most ez természetes. Baj van, Gábor? Baj. Hát annyi van, hogy az úr nem találja a feleségét. De ugyanakkor eltűnt az árum is. Az árum, eltűnt az árum? Eltűnt az árum, meg eltűnt az úr felesége. Hát nagyon érdekes. És az én ruhában mi lesz? A kisasszony is a ruháját keresi. Ki kéne talán fizetnie? Keresnék feleségedet, igen. Ön már török kamion. Milyen kamion? Török kamion. És mit csinálok? Én férjim mondta, hogy 200 kecske cserébe vagy ha tüzet, visszakap feleség. Az én feleségem? Visszakap. De én ismer téged. Engem? Igen. Nem? Emlékezni? Nem. Hol a felesége? Főnök van egy 28-22-es, igen, eltűnt egy személy. Hm? Jó lenne valami rendi szívei lehet. Mi a probléma, Gábor? Nincs, hát, a felesége valami kecskékkel itt jön. Jó, de a... Se áru, se feleség. Az, jó, se feleség, hát az egy másik kérdés. Azt bejelentettem, a feleség eltűnését be van jelentve, az előbb most bejelentettem. Ott a feleségem kovátja a fogasra. Akkor azt vegye magához, az árut ki kell fizetni, amit a feleségének beadott, és az eltűnt, azt ki kell fizetni. De nem fejem már, hát ez nem vicc. Meg kecskék, meg minden. Hát. De most az egy másik tényállás, nem tudjuk egyáltalán. Én két alapra ugye jöttem ki. Ő arról beszél, hogy elrabolták. Hát nem az érdekli, hogy elrabolták, hanem az, hogy... Azt én jelentettem, nadrágot ki kell fizetni. Itt mindenhol csak a nadrág számít. Hát alapján véve ebből élünk, hogy a nadrágokat, meg a ruhákat eladják. Ki foglalkozik a kecskével? Azért, mert beadtuk a feleségednek a ruhát. És a feleségem hol van? Ti tüntettétek el? Nem tüntette akkor el senki. Akkor beszélj a kamionossal, nem érdekel. De az engem nem érdekel, nem engem érdekel? Az érdekel. Hát ebben az árazban bejön valaki, csak ugye eltűnik. De nem, én, nekem az a dolgom, hogy vigyázzak ennek az üzletnek a rendjére. Ezért vagyok ide szerződtethez. Ha vigyázunk, akkor még kitegyünk, hogy emberi felelősséget nem vállalunk. Hogyan a gyerekének enni, hogyha nem fogod kifizetni neki ruhát? És két gyerek vár ott van, az egy másik kérdés. Az is el lesz intézve, telefonáltam. Tiéd, tessék, megmondtam a kabát, vedd magadhoz. És te meg akkor a fizeske a nadrágot akarod, és kerítsd el a feleségemet. Figyelj, van egy ajánlatom, tessék. Őnáluk van a feleségem, kerítsetek elő, tessék, hozzátok. Írd alá a CD-t, és akkor a gatyát elengedtem. Milyen CD-t? Itt egy Szandi CD, írd alá. Te vagy a férje, nem? Na, és kerítsd el a feleségemet, majd aláírja. De írd alá, gatyát elengedtem. Mi nem kérdezed? Hol a lány? 200 kicske. Ez az. Honnan szerezek én kecskét, ne szórakozzam, mert menj ki a parkolóba, és hozd be a feleségemet, jó? De mit kezdtek a feleségem? Mit akart a feleségem? Én férjét tudja. Akkor szólj a férjednek, hogy jöjjön ide. Te meg írd alá, mint zeneszerző. Hagyjál már, hülyeskedjünk. Na, ha látod, mint zeneszerző, akkor a gatyát én elengedem, mint biztonsági. És a feleségemmel mi lesz? Utána őt is megkeríted. Én? Hát én. Kerítsd el a feleségemet, aztán majd alá. Én csak az üzletben felelek mindenért. Üzleten kívül én már nem. Nem rendőr vagyok. Összekeresd kicsi mókus, nem rendőr vagyok. Hogy odafigyeljek, hogy a feleségemet. Itt csak két arab ember ment ki.
Jó, szóval nem írtad alá, mi van. Jó? Nem, már senkit nem írt ide. Most nagy bajba vagy, kis haver. Abba vagyok, az biztos. Ja. De lehet, nem te fogod megoldani a problémát. Kérjetek 300 kecskét, én azt ajánlom. Ne 200, 300. 300 kecskét. Ma 300? Persze. 300 kecskét. Idő drága. Elsődlegesen a ruha legyen kifizetve, vagy eltöröm a nyakodat. A ruha legyen kifizetve, nagyon gyorsan. Felvisszük. Nem. Háromszor akartam menni megnézni, és még az egy mutat még valamit. Én ilyen gyorsan életemben öltöztem, tehát amikor a színházban gyors öltözés volt, én akkor sem öltöztem ennyire gyorsan. Teljesen le is izzadtam. Laci vagyok, hétköznapi ember. Szívesen vállalnék kútba esést, szijámi ikerneklevést, vagy csúnya bőrbetegséget, hogy bekerülhessek a tévébe. Mivel nem hasonlítok Michael Jacksonra, nem tudok énekelni és humorérzékem sincs, nincs más esélyem arra, hogy megismerjem egy ország. Kérem ezért, hogyha valaki tud megfelelő kutat, vagy vállalná, hogy összevarjanak vele, esetleg van valamilyen csúnya bőrbetegsége, amit ellenérték fejében átadna, az ne habozzon szólni nekem. Azt hiszem, nekem is járna 15 perc hírnév. 15 perc hírnév mindenkinek jár. Adja meg ön is a lehetőséget. Sziasztok, ma egy kis fizika. Bebizonyítjuk nektek, hogy létezik a humán lengőteke. Ananász, beszélj egy kicsit nekem erről. Nagyon egyszerű, felkötünk egy lengőtekét és elengedjük. Úgyhogy ki lesz a teke? Hát persze, hogy ilyen. És miért? Mert mindig dagadt vagyok, és a fejem is kerek, és ahogy néz ki egy teke? Dagadt és kerek. Nem csalásra, de szerintem sikerül! Bullit, akinek úgy írják a nevét, hogy Bullet, egy jó nevű festőművész valahonnan Amerikából, de tényleg jó pedig amerikai, mi meg éppen olyan műértő hangulatban voltunk, tehát riasztottuk, hogy hány nekünk portré kell, esetleg we need and everything, de azonnal ráadásul nem is akármilyen, you know, my name is Gábor by the way, úgyhogy hihihi. Szóval, pontosan mi ez a helyzet? Na, azt szeretném, hogy ha rajzolnál rólam egy portrét. Mondjuk, mert fontos nagyon, mert jönnek érte holnap a én rokonaim Kanadából, és ígértem nekik, hogy ezt adom. So, mi kell neked? Miért? A portrét. Hát vagy portrét, úgy mondják azt, nem? Kérdés, jó. Na, itt van egy csomó ilyen papír, ezt én... Én vettem direkt. Figyelj, nem vagy az, hogy ez egy műszaki lap? Igen. Műszaki. Tudod, mi az, hogy műszaki? Igen, ez a technical. Na, tudsz rá rajzolni? Csak semmi, csak akartak figyelmeztetni, nehogy valami robotot rajzoljál, vagy valamit. Hanem egy, mi? Mi az a sale point? Mi az a sale? Én nem értem, mi az a sale point? A szándék, mi az a szándék? Hogy lerajzoljál engem, te. Igen. So, milyen stílus? Csak barokk, vagy mit mondjam? Ez